életek, történetek Ferencvárosból 25 percben. Heti portré. Üdvözlöm a kedves nézőket! A portré mai adásában Serényi H. Zsigmond grafikussal beszélgetek életéről és munkásságáról itt az Art 9 galériában. Szegeden születtem, Óbudán töltöttük a Budapest ostromának az utolsó hét hetét, kisgyerekek, ugye én akkor voltam 7 éves, a bátyám meg 9, és ott éltük át a 7 hetet, és onnan gyalogoltunk a Zápor utcából ide le, mert itt volt egy pontonhíd, amit az oroszok tákoltak, és csak ugye innen lehet, Pestről lehetett menni Szegedre a nyugatiból, és akkor egy ilyen nyitott tehervagon tetején, egy ilyen faszállító tehervagon tetején mentünk Szeged felé, de úgy, hogy csak Debrecenig jutottunk el, ott aztán bementünk a református templomot, valami adtak ilyen nagy máléból, hát mondanunk sem kell, hogy semmit nem ettünk, de úgy átéltük a dolgokat, és ott a templomban aztán kaptunk egy kis sült málét, és akkor azt hiszem egy ilyen bonyolult túl, de valahogy le tudtunk érni Szegedre. Szóval az egész család ott a nyitott vagon tetején. És a nagyapja, aki rajztanár volt? Hát nagyapám az ott ugye tanított, ő aztán nyugdíjba ment, ő mint igazgatóként ment nyugdíjba. És ő fedezte fel a rajztehetségét? Lehet, hogy ez úgy bennem volt, az a kreativitás, mert tulajdonképpen csak ő volt egyedüli, aki művész ember volt a családban, és én úgy visszaemlékszem arra, hogy amikor az ölébe ültetett, és a Faber-Castell dobozt kinyitotta, és az a Faber-Castell ceruza illata, az még a mai napig is ugyanabban a dobozban megvannak a Faber-Castell ceruzáim, és ugyanaz az illat, tehát ez már 70 évet végig kísér jóformán. Az 1960-as évek elején kezdett el grafikai tanulmányokat folytatni. Hogy jött ez? Ugye 23-24 éves volt, amikor ebbe belevágott. Az egész művészeti pályafutásom tulajdonképpen itt a 9. kerületből indult ki, amikor ide került a feleségem, hát előtte mondjuk ugye 2 évig udvaroltunk egymásnak, és én akkor állandóan itt éltem, és szóval meg azelőtt is Fradi Drucker voltam, meg most is, úgyhogy nagyon szerettem ezt a kerületet. És hogy lett ön grafikus? Kik voltak a mesterei? Kik tanították? Hát úgy lettem grafikus, hogy én aztán bejártam a közgazdasági, és a most Moholy Nagy azelőtt iparművészeti főiskola volt, ott díszítőfestő szakra akartam menni, de olyan, szóval most nem akarok semmit mondani, de aztán nem volt az én igényemnek megfelelő tanári kar, és meg közben átjártam a főiskolára, a képzőművészetire, az Andrássy útra, meg akkor már olyan enyhült a dolog azokban a 70-es években, 76 körül, és alkalmazott grafikából aztán sikerült tényleg, szóval így 10 éven keresztül, mire valakit megismernek, ugye fiatal művészeket is tulajdonképpen megismerik, hogy aztán kaptam megbízásokat. Akkor kezdődött ez a vállalatoknál ezek a reklám tevékenységnek a beindulása, tehát arculattervek, kiállításokon való részvétel, és ez mind grafikai munkát igényelt. Tud példákat mondani, hogy milyen vállalatoknak készített nagyon soknak. Szerszámgép gyártó vállalatok, aztán például ott is a villamosszigetelés műanyaggyár, akkor az Agrobernek is ő is kiállított terveket, élelmiszeripari
munkáknak a terveit, akkor a csőszervállalat, az még azt hiszem, még az talán még mindig él az a vállalat, de nem nagyon. Mikor kezdett el geometriai alakzatokkal foglalkozni? Na most aztán a festészetem pedig ahogy ez volna a lényeg, hogy úgy alakult, hogy ugye én átéltem a második világháború végét, és átéltem a forradalmat, az 56-os forradalmat. Na most a kettő az adott egy olyan belső, hát nem is azt mondom, hogy indulatot, de egy olyan összetett dolgot, ami valahogy kiváltotta belőlem azt, hogy ezt valahol közölni kell. Tehát ezeket az átélt dolgokat, amikor halottakon kellett keresztül mennünk, sortüzet kellett megélni az embernek. Ott is, végig az utcán, Pesti utcán, Pesti utca romokban volt a belvárosa, Üllői úttól kezdve. Szóval ezek olyan benyomást tettek az emberbe, hogy ezt muszáj volt valahogy így kifejezni. Ezek voltak az úgynevezett organikus képeim először, amiket muszáj volt megcsinálni. Na most ez tulajdonképpen egy ugye 10 évig ezt csináltam, és akkor ahogy átköltöztünk 78-ba Budára, ott megismerkedtem a Csiki Tibor nevezetű szobrásszal, és ő nagyon-nagyon erős jellemiségű volt, és nagyon korszerű szellemiségű ember volt. És akkor ott megalakult a 11. kerületbe korábban, de én akkor léptem be a úgynevezett Dunapart Művészeti Egyesületbe, és ott jöttem össze azokkal a kollégákkal, akik tulajdonképpen ma már egy-kettő főiskolán mesterek, már nyugdíjba is mentek meg egyébek. Tehát egy nagyon jó társaság jött össze, közben a Tibor barátom, ma nagyon jó kapcsolatba kerültem, mert ő egy geometrikus világot csinált, csak szobrászként. És ez az egyik, a másik pedig az, hogy megvásároltam a Váci utcai idegen nyelvű könyvesboltba egy Knarr-féle német olyan katalógust, amiben egyszerűen most tulajdonképpen 30 éve majdnem azt mondhatom, hogy a Bibliám, mert abba teljesen szerepeltek azok a mesterek, amikről itt még hallani se lehetett abba az időben. Tehát a Kandinsky, Klee, Chagall, szóval mindenki, szóval az egész európai világ festészete nagy része benne volt, és valami olyan inspirációt kaptam, mert alapvetően egy tiszta világra törekszik az ember. Szóval én legalábbis úgy voltam, hogy a festészet az egy nagyon komoly dolog. Szóval ott nem lehet félrebeszélni, nem lehet olyat csinálni, nem lehet gesztusokat festeni, mert az hazugság. Lehetni lehet csak hazugság. És ugye, mivel volt egy műszaki alaptanulmányom is, így tulajdonképpen az vezetett rá erre a tiszta geometrikus formavilágra, de azzal a különbséggel, hogy nem síkba festettem, hanem ilyen nagyon finom, ezek ilyen nem is tudom, ilyen gyapjú vagy fonalak, amiket Szegeden is tudtam venni, meg itt Pesten is, és ebből készítettem ezeket a képeket, tehát ezeket applikáltam rá a vászonra. Mit jelképez ez a fehér szín?
nekem óriási dolgot, a fehér színben minden szín benne van. Na most, ahogy én kiválasztottam ezt a geometrikus formavilágot, amiben nem lehet hazudni, mert ezek egymásból adódott. Tehát ezek az én geometrikus képeim, ezek tulajdonképpen egymásból adódó, tehát tulajdonképpen sorozatok, egy élet sorozatai, mondjuk 2000 óta, mert ezek valóban, szóval egymásból keletkeznek. Hát most, hogyha mélyebben nézzük a dolgokat, például egy négyzet vagy egy háromszög, ami nagyon sok mindent hordoz. A négyzet ugye a négy sarok, négy sarkával, négy világrész, égtájat is idézi. Hogyha a négyzetnek az átlóit meghúzzuk, és megforgatjuk a négyzetet, akkor ott a napmotívum. A háromszögnek pedig ugye Atya, Fiú, Szentlélek is ott van jelen a képen. Tehát ezért nem nagyon értik sokan ezt a festészeti megoldást, mert ezt mélyebben kell gondolni, és ez nem olyan egyszerű, hogy... Tehát ön különböző szimbólumokat kódol bele a képeiben? Hát ez tudat alatt, nem. Szóval ez olyan dolog, hogy ahogy én úgy most már ugye érett, tehát az ember okosodik, minél idősebbé válik, hogy erre jöttem rá így utólag, hogy valahogy tudat alatt bennem voltak ezek a kódok. Szóval, és most így utólag gondolok rá, hogy tényleg ezt is hordozott, tehát egy bizonyos szakrális dolog is benne vannak a képek. De minden, szóval minden művészben van valami szakralitás, anélkül nem lehet megúszni, mert a természetet nem lehet kihagyni. Szóval festészet, művészetből a természetnek benne kell lenni. Tehát ez a formavilág, amit én csinálok, ugye, hogyha én mondjuk egy olyan tájon laknék, ahol hegyek vannak, völgyek vannak, akkor bennem azok a finom vonalak kódolódnak, és akkor az én festészetem, művészetem arra tendál. Viszont én ugye nagyvárosban éltem állandóan, mert végsősorban, ugye hát Szegeden nem sokat, 10 évet, de ugye itt Budapesten, ahogy az ember kinéz valóban, rögtön a szögleteket, csúcsokat, egymáshoz való házfalakat lát, ugye, és ez is az emberben így berögzítődik, és ez váltotta ki tulajdonképpen nagy bennem ez, hogy végsősorban így a természeti gondolatokat így átformáltam, és így majd közé próbálom tenni, amiben mondjuk azért jó átfogalmazott dolgok ezek a képek. Melyik a kedvenc képe? Nekem mindegyik, úgyhogy én nem is szívesen adok el képet, mert én nekem ezek olyan munkák, amik nagyon nehezen születnek. Én naponta rajzolok 4-5 órát, ami szükséges, vázlatokat készítek, és abból az éves 500 vagy 700 vázlatból választom ki időnként azokat a képeket, amiket szeretnék megcsinálni. Tehát mindig vannak különböző pályázatok is, de ilyen tematikus dolgokra, pályázatokra nem nagyon szoktam jelentkezni, meg beküldeni, de azért vannak ilyen biennálék, nagyon sok biennálé van, tehát Szegeden van, Szombathelyen. Viszont külföldön is volt rengeteg kiállítása. És aztán ugye? Most legutóbb Bécsben volt az Ars Pannonica biennálénak, ez a szombathelyi önkormányzat vagy város szervezi ezt az Ars Pannonica biennálét 2 évenként, és most ott nyertem egy nagy díjat, és Bécsbe adták át a díjat, a Magyar Nagykövetség, ott voltak kiállítva a munkák, és ott államtitkár ott adta át a díjat, és egy hetes bécsi tartózkodás is jár vele ezzel. Úgyhogy majd most februárban ki kell menni. Na, és Karakaszba és Bogotába. Mindenhol. Hogy igen, na most úgy jutottam el, hogy
ugye ez a társaság, a Dunapart társaság, annak idején ugye tudtunk, olyan lehetőség volt, hogy eladhattunk műveket, és tudtunk pénzt összegyűjteni, és akkor ugye mivel a 11. kerület tudta támogatni az ott dolgozó művészeket, és akkor ilyen szervezés útján tudtunk kijutni. Hát Caracas, Róma, Milánóba is voltunk, és akkor mindig ilyen meghívásos, szóval kiválasztottunk egy-két kollégát, és akkor mentünk ki. Tehát biztosítva volt a kiutazás, mondjuk egy-két napos szállás, ilyen olcsóbb szállodákba, nem duskáltunk a pénzbe, vittünk magunkkal ennivalót, meg szóval nem tudtunk sehova se különösebben menni, de azért nagyon jó volt, mert az ember azért látott. Szóval aztán én voltam tanulmányutakon, voltam Salzburgba, voltam Minskbe, Kijevbe, Leningrádba, Moszkvába. Mi az, amit még el szeretne érni? Mi az, ami még úgy érzi, hogy hiányzik? Rengeteg munkám van még hátra, mert ezek a művek valahogy is olyan inspiráló hatással vannak rám, hogy jó kiállításra akarok menni, akkor megnézem a saját képeimet. Na most ez annyira belém rögződött már, ez a geometrikus világ, de ez egy olyan szép világ, ezt sokan nem érzik, mert mondom, hogy ennek vannak ilyen megfoghatatlan, de törvényei. Tehát itt törvények vannak, tehát az ember maga elé tesz egy négyzetméteres vásznat, és elkezdi, akkor ott törvények uralkodnak. Szóval nem lehet megkerülni, és utána pedig megjelenik maga az egész összefoglalva a mű, ahogy az ember úgy próbálta elképzelni. Van, amikor változtatok, tehát vázlatok alapján szoktam festeni, de van, amikor kész a kép, és akkor változtatok rá. Ja, azt mondta az előbb, hogyha jó kiállításra szeretne menni, akkor elmegy a saját kiállítására. De ettől függetlenül ön ugye rengeteg művészeti kör, grafikus társaságnak az alapító tagja, például a Magyar Festészeti Társaság alapító tagja, az Art 9-nek az alapító tagja. Ebből ugye az következik, hogy ön aktívan tartja a kapcsolatot. Ez abból következik, hogy én szeretem a kollégákat, mert én tudom, hogy az ő munkásságok mögött mennyi szenvedés, meg idő van, és valahol nem jutottak, tehát nem jutottak kiállítás lehetőséghez, vagy szóval egyedül nem lehet nagyon, szóval egyedül úgy lehetne csak megélni, ha az ember több milliárdot nyerne valahol, és akkor azt mondja, hogy kivonul mindenhonnan, és saját maga világát próbálja megteremteni, de ugye én aztán ugye szövetségtagja lettem a Magyar Alkotóművész Országos Egyesületének is, és akkor így a kollégák is szerettek, és akkor ilyen vezetőségi, tehát a kézművész szakosztályba ugye beválasztják az embert, és akkor kapcsolataim révén is sikerült például Szegeden kiállításokat szervezni, most is a Matéria Társaságot megszerveztük, az is egy, akkor ezt az Art 9-et is Ábrahám Rafael barátommal alapítottuk, még azt hiszem öt kollégával annak idején. Tehát akkor ő nyomon követi a... Tehát nyomon is követem, mert például a szövetségben több mint 300 festő kollega van. A MOI-ban is szintén ott is van egy képzőművész szakosztály. Hát ugye ott is, és valahol az ember előtt vannak a kollégák végig. Úgyhogy hát már aki hajlandó részt venni ebbe a közös munkába, de most egyre jobb, mert most azért úgy így azért tudunk pénzhez, tud az Egyesület is, meg a Szövetség is több pénzhez jutni, meg pályázni lehet, és akkor azzal tudjuk fedezni a képszállítást. Itt az a gond, a képszállítás
problématikája, az mindig annyi pénzbe kerül, meg ha az ember egy katalógust akar csinálni, szóval ezekre most hál' Istennek lehet pályázni. És akkor, tehát így tovább lehet lépni, és azért ez mindenkinek jó, mert azért egy művész az úgy van, hogy most ugye ezek a képek, ami abban a pillanatban, amikor kikerülnek egy kiállítás, ezek köztéri művek. Ez olyan, mint a köztereken a szobrok, felelősséggel bírnak. Nem lehet akármit kitenni a közvélemény elé, mert egyszerűen romboló hatással van, ami erre példát is tudok mondani, mert a belvárosban, vagy a körutakon, vagy bizonyos nagy forgalmú utcákon lévő üzletportálok borzalmas grafikai szinten. Tehát egyszerűen nincs megtervezve, vagy a plakátok az utcán. Szóval ezek olyan dolgok, hogy ezt valahogy ugye kézbe kellene tartani, de hát erre nem tudom, nincs, úgy néz ki, hogy nincs igény, de mondjuk egy tényleg egy hozzáértő szakember, az annak ez fájdalom, hogyha ránéz egy portára, és akkor nem olyan, amilyen neki kellene nézni. Ez mondjuk teljesen, legalábbis az én részemben egy idegesítő, én ezzel foglalkoztam, és én mindig a legmagasabb szinten próbáltam megoldani mindent, grafikai munkákat.